áthívott, és az RTL klub elkezdett rábeszélni engem arra, hogy akkor csináljak egy desszertet. Ez a desszert, ez mindenkinek be volt akadva. Tehát a TV2 is... Hát szerették, van ilyen. Igen, hát a TV2 is úgy hívott, hogy azt mondta, hogy azt szeretnék, ha csinálnék egy műsort, ami olyan, mint a desszert, de nem olyan, mint a desszert. Na, ez volt a TV2-s, de az RTL az kimondottan azt mondta, hogy ők egy desszertet szeretnének csinálni, és akkor nekik is elmagyaráztam, hogy én azt gondolom, hogy ez már nem működik. Tehát én mondtam, hogy rendben, nagyon erőszakoskodtok, akkor állapodjunk meg abban, hogy 4 desszertet megcsinálok. Jó, ne írjunk alá hosszabb szerződést, 4 desszertet megcsinálok, hogy meglássátok, hogy én a lelkemet kiteszem, de ennek ellenére ez a dolog nem fog működni, mert egy kereskedelmi televízióban ugye ott reklámok vannak. Na most a desszertnek a magyar televízióban, ami tartott egy órát, ott fel lehetett építeni a beszélgetést úgy, hogyha az elején mondott az ember valamit, akkor lehet, hogy csak a 40. percben ütötte le a poént. Tehát olyan volt, mint egy baráti társaság. Nos, hogyha az ember elkezd beszélgetni, majd már éppen kezdene belemelegedni, és akkor egyszer csak azt mondja, hogy beszéljünk nyíltan a hüvelyszárazságról, akkor nem biztos, hogy ez a dolog, ez annyira jól működik, úgyhogy mondtam, hogy azt hiszem rövidebbek lettek ezek a műsorok, és akkor 4-et megcsináltam, ami egyébként nem volt rossz amúgy a maga nemében, fiatalokkal, de tényleg nem volt messze akkora siker, mint amit az RTL klub elképzelt, úgyhogy akkor ők tudomásul vették, hogy ez a dolog ez nem működik, tehát ez részben a válasz arra, hogy miért nem csinálok ilyeneket, és akkor engem már egyre jobban érdekeltek a dokumentumfilmek. Tehát ugye a Világfalut csináltam akkor az RTL klubon, azt meg késő éjszakára tették, mert nem akarták, hogy a műsor folyamot valahogy megbolygassa. Úgy döntöttek, hogy hát ez olyan szűk nézői réteget érintene, hogy szerették is volna, meg nem is, úgyhogy... Ott már jó lesz, mert a Kepes meg kell nekünk. Ja, nem? Ő meg kell, igen, de hát ha nem tud rendes műsort csinálni, csak ilyen ízek, akkor hát mindegy, és szeretjük őt. Úgyhogy hát ott meg azért szakadtak meg ezek a kapcsolatok, és akkor még egy dokumentumfilm sorozat erejéig visszamentem a Magyar Televízióhoz, ez volt a Különös Történetek, ami szerintem a legjobb sorozatom volt, tehát addigra már így 40 év után megtanultam televíziózni, de hát az még, akkor már senki nem nézte szinte a magyar televíziót, tehát mentem az utcán, és jöttek emberek, és azt kérdezték, jaj, de jó, hogy látjuk, hát mi van magával, miért nem csinál már valami jó műsort? És akkor mondom, hogy mi az, hogy nem csinálok, hát most megy a sorozatom a tévében, azt mondja, ja, mi már nem nézünk tévét. Na és amikor már a 100. ember mondta azt, hogy miért nem csinálok valamit, de ő már nem néz tévét, akkor gyanút fogtam, hogy lehet, hogy az én közönségem már nem néz tévét, csak úgy szeretné, ha én csinálnék, de ő meg nem nézi. Úgyhogy hát akkor úgy döntöttem, hogy akkor abba hagyom a televíziózást, és ez némiképp egy válasz is arra a kérdésedre, hogyha csináltok majd egy másik rendszert, és a másik rendszerben lesz egy másik televízió, rám ne számítsatok. Viszont akkor ebből az következett, hogy kaptunk egy Kepes András nevű írót, aki ugye, mint mondtad, eleve is író akartál lenni, és ugye itt az izgalmas többek között a történetben, hogy tehát fikciót, szép irodalmat is írtál, meg elemzéseket, esszét, meg világtermészeti magyarázatokat. Hát ezek, én ezeket úgy mondom, hogy irodalmi esszé, hogy... És azt látom, hogy ez egy ilyen újjászületés volt a te számodra, megmutatott egy másik arcodat, hogy amit az a fajta Kepes, akit látunk a tévében, meg desszertben, meg stúdióban, hogy azt ugyanazt írásban is meg tudod csinálni. Ez egyébként ritka adottság, tehát van, aki tévében jó, de írásban nem annyira jól fogalmaz. És azt látom, hogy volt olyan könyv, amelyik az év könyvei között kapott helyet, és azóta mindegyik. Is, igen, bestseller listán van mindegyik. Mi az írói módszered?
mert vannak olyan írók, és erre te is kitérsz a könyvedben, aki, mit tudom én, napi két oldalt írt, a másik azt mondja, hogy reggel megírta azt, amit kellett, és utána nem csinált semmi más, csak fogadta a vendégeit. Szóval, hogy te hogyan dolgozol? Mikor író vagy? Hát én nem vagyok egy rendszeres ember sajnos. Ebből kifolyólag én mindig valahogy úgy szoktam fogalmazni, hogy vannak az igazi írók, ők a többiek. Én meg, hát egy picikét egyébként úgy vagyok vele, hogy azt szokták mondani, hogy két igazi múzsa van, az előleg és a határidő. Na most én ezt ilyen nagyon szemérmesen bírom elfogadni, a határidőtől szorongok, tehát azt meg pontosan tudja a kiadó, hogy ne vegyem, azért a szerződésbe írjunk valamit, mondták, mert ott kell, hogy valami szerepeljen a szerződésben, de ha úgy érzed, hogy még nincs készen, akkor nem fogjuk komolyan venni, akkor add le, amikor úgy érzed, hogy készen van. Az előleggel meg úgy van, hogy kérek egy jó, rendes előleget, amihez nem merek hozzányúlni. És az úgy félre van rakva a bankba, és a család is tudja, hogy az nincs az a pénz, az majd akkor lesz, ha tényleg leadtam a könyvet, mert ha esetleg mégis úgy alakul, hogy úgy érzem, hogy nem tudom megírni, amit szeretnék, akkor visszavadom a kiadónak az előleget, ami hát nem egy normális dolog, mert az írók, igazi írók, ebből is látszik, hogy én egy másfajta író vagyok, mint az igazi írók. De általában ez úgy van, hogy ugye erre is kétféle dolgot szoktak mondani. Van a eleven szülő író, ami azt jelenti, hogy magában forgatja a művet, egészen addig, amíg tulajdonképpen összeáll benne. Tehát a García Márquez például a 100 év magányt éveken keresztül forgat, aztán leült és megírta. És akkor vannak a kotlós típusok, akik ott sokáig kotlanak a tojásaikon. És én ennek a kettőnek a keveréke vagyok, én az eleven kotlós vagyok, aki éveken keresztül forgatja magában, majd akkor se tudja rendesen egyben megírni, hanem akkor utána még kotlik rajta. Tehát ha például a mostani regényemen kb. 3 éve kotlok, és most próbálom eleven megszülni kotlás közben, ami nem egy egyszerű feladat. Hát azt hiszem a tövéspusztát is átírtad. Hát ugye az a másik, hogy én még akkor is kotlok, amikor már rég kiadtam. Tehát a újra szerkesztett vagy újra. 3 vagy 4 változat van, először megjelent. Mondjuk azt még ki tudtam dumálni azzal, hogy ugye már nem az első könyvem volt, mert egy jó pár könyvet, ilyen riport, meg egyéb köteteket írtam, meg sőt dokumentumregényt is, de igazi regényt ott több is puszta volt az első, és ugye hát akkor 63 éves voltam. És akkor született a kisfiam. Vártuk a kisfiamat, meg vártuk a regényemet, és hát azért annyi tapasztalatom már volt így a 6. gyereknél, hogy tudtam, hogyha ott egy kisbaba lesz a lakásban, ott minden lesz, csak regényírás nem. És a kiadó is azért nagyon sürgetett már, hogy akkor jó lenne, ha befejezném a regényt, úgyhogy végül is, hát magamnak úgy magyaráztam, hogy a gyerek az időre született, de a regény az korra szülött lett. És hát leadtam. Megjelent egyébként. Marha nagy siker volt, tehát nem tudom, 10-szerese, 30-szorosa annak, mint ami egy normál könyvben megjelenik, de hát azt azért lehetett tudni, hogy az részben nekem is köszönhető, meg mindenki azt hitte, hogy az én családomnak a családregénye, de hát nem az volt. Na mindenféle szerencsés egybeesés miatt. Tud mástak is eszébe jut a harmónia celestiszet. Úgyhogy körülbelül akkor jelent meg ez is egyébként. És tehát, hogy nagyon nagy siker volt, de azért én éreztem, hogy azért ez még nincs kész ez a könyv, meg néhányan mondták is, ha én magam nem tudtam volna. De azért még kritikai elismerést is kapott észbe, hogy ilyen jó, meg olyan jó. És akkor, amikor újra kiadták, mert ugye nagyon gyorsan elfogyott, pedig hát elég nagy példányszámban jelent meg, amikor újra mondták, hogy akkor kiadják, akkor már egy másik kiadó volt, azt hiszem a Libri, akkor mondtam, hogy hát akkor az én ezt egy kicsit átdolgoznám, mert úgy érzem, hogy ez még nincsen készen. Akkor átírtam,
de aztán utána még egyszer átírtam, és amikor megint könyvkiadót váltottam, az Open Books-nál jelennek most meg a könyveim, nagyon jó kiadó, és az Open Books-nál, amikor ez megjelent, akkor mondtam, hogy akkor most megint szeretném, most már a végleges változatot szeretném, úgyhogy azt most már megígértem magamnak is, meg a kiadónak is, hogy többször nem írom át, ez most már olyan lesz, amilyen, de ezzel úgy elégedett is vagyok, tehát azt hiszem, hogy legközelebb majd egy másik könyvet kell írni. Írtam is azóta más regényt is, meg most is. Na mi az a most, ami most készül? Hát arról természetesen nem beszélek, mert igen. Ez így szokott lenni, de nekem meg kellett kérdeznem. Van olyan, hogy magyar irodalmi parnasszus? Tehát, hogy amikor emlegettük a Nádast, meg emlegettük akkor, meg az Eszterházit, hogy akkor, ha te ezekben te be vagy ágyazódva ilyen írókörökhöz, vagy te egy ilyen magányos farkas vagy ebben a történetben? Úgymond kicsit kívülálló. Én készítettem egyszer egy interjút a Billy Wilderrel. Ugye nem tudom, mindenkinek világos-e, tehát Hollywoodban két nagy sztár volt az 50-es években. Volt a krimik és pszichológiai krimik, ugye Hitchcock, és a vígjátéknak a nagy mestere. Van, aki forron szereti. Hát például, igen, meg igen. Az Irma te édes, meg a legénylakás, meg hát egy nagy zseni volt az öreg, és a Billy Wilder, aki egy fantasztikus pali volt, és akkor vele is készítettem egyszer egy interjút. És kérdeztem tőle, hogy a 30-as években, amikor ő kikerült Hollywoodba, akkor milyen volt a viszony az írók, a színházasok és a filmesek között, mert abban az időben, ugye háború éveiben, vagy közvetlen megelőzően, hát olyan írók éltek Hollywoodban, mint Thomas Mann és Bertolt Brecht, meg tényleg nagy zsenik, akikről persze az amerikaiak semmit nem tudtak. Tehát mesélte a Billy Wilder, hogy azt hitte, hogy leájul a székről, amikor látta, hogy a pincérről milyen stílusban beszél a Bertolt Brecht-tel, és azt mondja, ez a szerencsétlen, ezt tudná, hogy ki ez a pali, de hát azok csak az amerikai sztárokat ismerték. Na, és akkor azt mesélte, hogy igazából, mondta, a regényírók, azok mindig lenézték a dramaturg, tehát a színházi írókat, meg az egész színházi életet. A színházasok, azok mindig lenézték a filmeseket, és azt mondja, de szerencsére közben feltalálták a televíziót, így most már nekünk is van, akit lenézhetünk. És igazából én úgy érzem, hogy ez a dolog, ez úgy nagyjából megmaradt, tehát miközben hát nehéz az irodalmi életnek elfogadni, hogy egy televíziós egyszer csak úgy csinál, hogy ő ír. Az hagyján, de többet is ad el? Hát az meg külön bosszantó, igen. Hát az meg különösen nagyon bosszantó, hogy rengetegen olvassák, és a közönség elfogadja. És engem ez nem zavar, ezt most komolyan mondom. Tehát eleinte egy kicsit bosszantó. Hát engem se zavarna, sokan igen. Olvasnának. Én is azt mondom, ha választani kell, hogy inkább parnasszus és kevés példány, vagy inkább sok példány és parnasszusnak, meg ott az alján, vagy nem is tudom, nem a feleségem se örülne neki. Ki ennek a változatnak, őszintén megmondom, meg a család. Úgyhogy én egyébként is azt gondolom, tehát én már annyi, ugye az emberi bizonyos koron túl már annyi irodalmi nagyságot látott, és látta őket elsüllyedni, meg színházi, meg filmes nagyságot, tehát azok a nagy írók, akik az én fiatal koromban a legnagyobb nevek voltak, azoknak a nevére se emlékszik a kutya se. Tehát én azt gondolom, hogy ki mennyit ér irodalmilag, annak két mércéje van. Egyrészt a jelenkor, mennyire szereti a közönség, és mennyi fogy belőle, a másik meg a jövő. Tehát, hogy 50 év múlva, 100 év múlva ki az, aki megmarad. És mondjuk a Tövis Puszton több mint 10 éve még mindig a sikerlistán ott szerepel, tehát úgy látszik, hogy azért ezek valahogy, meg a többi könyvem is, de ez semmit nem jelent. Tehát én nem gondolom, hogy a közönség siker az nem egy művészi siker, az egy speciális dolog, azt nevezzük közönség sikernek. A művészeti siker az meg, ugye az mindig függ a divatoktól is, megfügg attól, hogy a különböző körök azok
kit próbálnak kézről kézne adni, mert azért ez ugyanolyan együttműködés és lobby, a színházi élet, a filmes élet, az irodalmi élet, mint az összes többi. És ezt nem rosszalúan mondom, hanem természetesen. És én soha nem járok el ilyen helyekre, véletlenül a világkép az Libri közönség díjat kapott, bekerült, meg az összes többi, de nem, ezek nem fontos dolgok. Én a Camus-t szoktam idézni, ugye szintén ugye egy Nobel-díjas zseni volt, és a Camus azt mondta, hogy nem sikeresnek lenni nehéz, hanem megérdemelni a sikert. És én ezt továbbra is így gondolom, hogy én sikeres vagyok, szeretném megérdemelni, hogy az tényleg olyan legyen, amire én is azt mondom, hogy ez megérdemli. 6 gyermeked van, a legidősebb az már az 50-hez közeledik, a legfiatalabb meg éppen 11. Hogy hogyan tudtad te ezt átvinni magadban egymás között, hogy azok a generációk, amelyek följebb vannak, elfogadják a kisebbeket, mindig meg, neked is meg kell mindig újulnod, mert hát nyilván akkor az egy másik korban nőtt fel, ez a mostani meg egy megint másik korban, hogy milyen érzés ilyen típusú apának lenni? Hát azt hiszem, hogy azt fogod kérdezni, hogy hogy csináltam őket. Szóval az az igazság, hogy ugye én egyszerre vagyok nagypapa és kispapa. Mert majdnem minden gyerekemnek, mondjuk a két nagynak nem, tehát ugye körülbelül 25 éves voltam, amikor az első gyerekem született, ő most 49, tehát ebből kiszámolható, hogy hány éves vagyok, és egy olyan év, másfél évre rászületett a következő, 15 hónap korkülönbség van köztük, és akkoriban nekem ez az indiai módszer volt az álmom, hogy ugye az ember 25 éves kora körül gyermekeket nem, az 50 éves kora körül fölneveli őket, és aztán utána már csak a bölcselkedésnek, a tanításnak él, és aztán 75 fölött pedig akkor, hát akkor már tényleg fölkészül az élete végére. Na, én nekem volt 25 éves koromban is gyerekem, aztán meg 40 évesen is, meg 50 évesen is, meg 60 évesen is, tehát összedőlt ez a indiai álom, amit ugye nem bánok, mert ahogy te is mondtad, tehát tulajdonképpen az ember ezen keresztül sokkal mélyebben meg tud ismerni generációkat. Tehát ez a fajta élménye az embernek nem adatik meg, tehát ezt most senki ne értse félre, de ezért jó többször nősülni is. Hogy tudnilik, csak egy házasság. Megismer újabb generációkat. Hát egyrészt újabb generáció, másrészt meg csak egy házasságon keresztül kerül be az ember olyan mélyen egy másik családba, hogy belülről megismerhesse. Na most, hogyha az embernek több házas párja van, nem egyszerre, hanem egymás után, valószínűleg párhuzamosan is működne bizonyos kultúrákban, de hogy, na mindegy, ezt félretéve, tehát a gyerekekkel is az a helyzet, hogy az ember a saját gyerekein keresztül követi végig, hogy hogy működik egy iskolarendszer, hogy hogy működnek a barátságok, hogy milyen másként gondolkodik és működik a generáció, és ugye nekem 5 lányom után született a fiam, volt egy idő, amikor nekem volt 5 lányom, a nővéremnek 4 lánya, anyámnak volt 9 unokája, mind a 9 lány, és akkor a mamám azt mondta, hogy ő most már a élete hátralevő részét a női egyenjogúságnak fogja szentelni, de utána elkezdett születni a következő generáció, akik meg fiúk lettek az unokák, és akkor a mamám azt mondta, hogy hát ez azért van, mert olyan nagy a korkülönbség, hogy abból nem lehet megállapítani, hogy ez gyerek vagy unoka. De hát tudja, hogyha lány, akkor unoka, ha fiú, akkor dédunoka. De aztán ez is összedőlt. Na, de szóval, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon fontos tudások, és hát egyfelől, ugye egy bizonyos koron túl azért az ember már szeretne maga körül nyugalmat.
És hát az 11 éves gyermekkel nem. Hát ott ez nincs, és ugye egy kisfiú az másfajta élmény. Tehát én nem vagyok egy ilyen, azt hiszem, mikor én voltam 11 éves, akkor voltam foci rajongó, tehát nekem még a Tihi Lajos, meg a Göröcs Titi, meg ezek a sztárok. Hát az összes többi generációt azt én nem is néztem meg. Talán a Varga Zolira, mert egyszer riportalanyom volt, akkor odafigyeltem. És akkor most ott ül. Igen, amikor hazajött és a Fradi edzője. Akkor igen. Úgyhogy a fiammal most ugye ilyen fiús élményeim vannak, és én mindig azt mondtam, hogy azért nem szeretnék kisfiút, én lánypárti vagyok, mert hogy én nem akarom ezeket a szörnyeket a lakásban, hogy állandóan bekapcsolom a tévét, meg ilyen ízi elektromos szúcok, és jönnek ezek a rémségek. Hát ugye kislányok babáznak, meg a helyesek, sokkal jobb egy kislány. De már amikor a hatodik gyerek jött, akkor azt mondtam, hogy most már kipróbálnék egy kisfiút, és akkor meghallgattak odafönt, és azt mondták, nesze neked egy kisfiú, hogy örüljél. És örülök is. Így. Lehet itt majd kapni is azt a könyvet, meg dedikálod is, amelyik ezt a bizonyos boldogságot kutatja, vagy mindenféle boldogság magyarázatokkal szolgál, hogy te végül is boldog vagy-e azzal, ami van, meg ami adatott neked itt az életben. Nem politizálunk, ugye? Nem. Jó. Az egy másik műsor lenne. Igen. Jó múltkorában valakitől megkérdeztem egy ilyen régi haveromtól, és hogy vagy? És azt mondja, kérdezz inkább valami mást. Úgyhogy, tehát, hogyha az én személyes életemről beszélünk, akkor én ezt a szót, hogy boldogság, ezt nem nagyon szeretem használni, mert olyan kiüresedett. Ezért aztán írtál róla egy könyvet. De az nem az én mondásom, igen. Tehát tulajdonképpen ugye ez a címe, mert az a címe a könyvnek, hogy a boldog hülye és az okos depressziós, és ez egy Popper Péter idézett parafrázisa, és a Péternek volt egyszer ez a dumája, hogy azt mondta, hogy manapság az ember, ő úgy mondta, hogy vagy intelligens, és akkor depressziós, vagy boldog, de akkor viszont hülye. És én igazából ezt próbáltam ezen a gondolatmeneten végigmenni, hogy ez valóban így van-e, és hogy nem, hogy megvalósítható-e az, hogy az ember egyszerre intelligens, és még boldog is, vagy legalábbis valami hasonló. És én igazából azt használom, hogy elégedett és kiegyensúlyozott. Na most, ha azt kérdezed, hogy elégedett és kiegyensúlyozott vagyok-e, akkor azt mondom, hogy az vagyok. Tehát ez hosszú fáradtságos munka eredménye. Bizonyos dolgokat ki kell rekeszteni az embernek a látóköréből. Meg magyarázatokra van szükség. Ezért mondtad azt, hogy nem politikai a kérdés. Igen, meg kételyek kellenek, meg szóval meg kell tudni barátkozni a világgal, és annak én azt gondolom... Ezt tanított a gyerekeidnek és unokáidnak is? Igen. Én azt gondolom, hogy egy másik embert is, szóval akkor tudsz megbarátkozni valakivel, ha megismered. És én azt gondolom, hogy a világra is vannak olyan magyarázatok, amit ha az ember megért, tehát a logikáját a dolgoknak, és ugye én különböző kultúrák iránt mindig nagyon érdeklődtem, és a különböző kultúráknak a logikája iránt, tehát hogyha az ember ezt megérti, és megismeri, akkor képes arra, hogy elfogadjon bizonyos dolgokat, és megbarátkozzon bizonyos dolgokkal, és van olyan, amit meg nem kell elfogadni. Tehát ami az értékrendünkkel, értékrendemmel nem passzol, azt nem kell elfogadni. Ez egyfajta polgári öntudat? Igen, abszolút. Tehát én azt gondolom, hogy tehát az a fajta polgári öntudat, ami sajnos sok sérülés szenvedett itt a magyar történelem során, tehát minden ízében és minden tekintetében, és ami mindig is a demokráciának az alapja volt, tehát egy olyan polgári középosztály, amelyik öntudatos, és ami képes arra, hogy saját maga végig gondolja a világot. És én azt gondolom, hogy én ezt megpróbálom valahogy legalább a saját környezetemben elérni. Meg hát ugye a boldogságnak van egy olyan megfogalmazása, hogy azt mondja, hogy amikor az ember a vágyak és a lehetőségek találkoznak, akkor az ember elégedett.
Na most ezt lehet úgy is csinálni, hogy az ember a vágyait lecsavarja, buddhizmus, meg lehet úgy is, hogy valahogy az ember megpróbálja ezt bölcsen összehangolni, és én ezen sokat dolgozom. Tehát vannak bizonyos dolgok, amit eleresztettem, tehát mit tudom én, valamikor én is, mint csomó férfi, fantasztikusan érdeklődtem a kocsik iránt. Van egy 13-14 éves Saab autóm, ami nem is gyártanak már, ugye a Saab megszűnt, és akkor én úgy barátkoztam össze az én Saab autómmal, mert ez a Kepes úr megvette élete úszó kocsiját, ez a, és hogy úgy barátkoztam meg vele, hogy azt mondom, hogy én olyan vagyok, mint ez a Saab. Tehát már nem gyártanak ilyet, de még gurul. Mondják, hogy stílusa van, meg olyan biztonságosnak is tűnik, és kicsit sokat fogyaszt, de úgy el van. És bármeddig kitart. Tessék? És bármeddig kitart. És hát nem tudjuk, hogy meddig, de ha meddig tart, tart. És hogy valahogy így sikerült egyébként az igényeimet is olyan szintre emelni, hogy nem, szerencsére soha nem voltam irigy, meg szerencse kérdése, nem voltam senkire irigy, meg nem voltam féltékeny. Ez adottság kérdése is. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Hölgyeim és uraim, Kepes András. Köszönöm.